Míg a madarak kitatására egész évben érdemes odafigyelni, addig az etetés során más szabályokat kell követni. Ezt a hosszú fagyos időszak beállta előtt nem is muszáj elkezdeni. Az ornitológusok azt mondják, ez valójában az emberek kedvtelése. A madarak ugyanis feltalálják magukat, és télen is találnak táplálékot. Akkor viszont, ha elkezdtük, legyen ez november vége, legyen ez január eleje, majd időjárás függő, akkor folyamatosan etessünk, tehát oda szoktattuk a madarakat, akkor nem árt, hogyha naponta ránézünk arra az etetőre, hogy van benne még mag. Érdemes egyébként nem nagy mennyiségű magot kiszórni, mert akkor piszkolják a madarak. Tehát inkább kevesebbet, és időnként ki kell takarítani azt a madáretetőt, hogy ürülékkel ne szennyeződjön az ennivaló, és akkor inkább naponta, két naponta töltsük fel, hogy ezt megtehetjük. A legtöbb énekes madarunk szereti a fekete, apró szemű napra forgó magot, de akár cinkegolyót is kitehetünk nekik. Ha ebből kifogyott a táplálék, a műanyag hálót mindenképpen szedjük össze. Nem csak csúnya, de a madarak számára veszélyes is lehet. A fekete rigó nem eszik magot, elsősorban rovarokkal, gilisztákkal táplálkozik. Őket télen gyümölcsökkel tudjuk etetni. Az alma mellett a nem sós, főtt rizst, krumplit, de akár a megmaradt leves húst is szívesen elcsipegetik. Ezt azonban ne a madáretetőbe tegyük, hanem szórjuk le a földre. A fedett etetőt pedig hagyjuk meg a cinegéknek. Március közepe fele, hogyha már nincsen komoly hideg, mert ugye volt nekünk az havasús vétünk is, tehát hogyha természetesen ilyenkor kitolhatjuk az etetést, hogyha olyan a tavaszi időjárás, de ha rendesen megjött a tavasz, akkor hagyjuk abba az etetést, az itatást viszont ne, tehát azt egész évben folytassuk. Odúról akkor egy-két szót, az odú viszont egy madár lakás, mondhatjuk, hogy egy gyerekszoba, amit kifejezetten fészkelésre használnak a madarak. Tehát mi a Sóstóerdőbe is, meg az erdészet több területére raktunk ki mesterséges odú telepeket, és előfordult az, hogy úgy találtuk meg, hogy szalonnát dudostak bele a jó szándékú arra kirándulók. Tehát ez nem konyha. Ugye mi se szoktunk a tévészobába enni, jobb helyen legalábbis, hanem a konyhába. Hát a madarak ezt a fiókáik felnevelésére használják, vagyis fészekanyagot hordanak bele, attól függ, hogy milyen faj, mint mohát, szőrszálakat, esetleg szalmát, a csúszka az például apró kéregdarabkákat, ezzel ágyaz meg a tojásainak, ebbe tolják bele a tojók a tojást, és itt nevelik fel a fiókáikat. Ezt főleg tavasztól nyár közepéig használják, attól függ, hogy egy vagy két költés van benne. Ezt általában ősz végén vagy tavasz legelején ki is szoktuk takarítani, hogy a következőben tiszta odú várja a madarakat. Ők nem szeretnek piszkos, élősködőktől hemzsegő régi fészekanyagra fészkelni, hanem ők azt szeretik, hogyha egy új odú várja őket.